A doktor. Lézeres szépészeti beavatkozások. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége doktor Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úrral sokat beszéltünk már a lézer különféle felhasználási módjairól. Most egy olyan kérdésem van, ami szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy bizony szépészeti megoldásokra lehet-e Önök lézereit használni? Lehet használni, ö, alapvetően egy nagyon kényes terület, mert hogyha valaki bejön azzal, hogy, hogy, hogy ő szeretne egy ilyen szép beavatkozás lézerrel, akkor hát azt muszáj vagyok helyben hagyni. Mm. Mert ha azt mondom rá, hogy túl jó néz ki ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, akkor nem csináljuk meg valószínűleg, ha meg azt mondom, hogy ilyen önre rá is fér, akkor meg a az életet. Ez mindig önálló indikáció alapján dől el, hogy ezt meg, meg, meg szeretné csináltatni valaki vagy nem. Nyilván vannak objektív elváltozások az arcbőrön, amik jelzik azt, hogy akkor az nem áll meg, hát a a különféle ráncok, a pigmentációs eltérések, kis éreltérések a bőrön, amik látszódnak, ezeket, ezeket lehet ezzel befolyásolni, de hát ez az alapvetően tényleg egy olyan dolog, amit tényleg az ítéljél meg, aki szeretné ezt magával csináltatni, mert egyébként bármit mondok rá, még egyszer mondom, az visszájára fordul, úgyhogy ha valaki szeretné megcsináltatni, akkor ennek csak az kell eldönteni igazán, hogy ellenjavallatana van-e vagy nincs. Milyen lézer hatásmechanizmus, hogyha szépészeti beavatkozásról beszélünk? hát ilyenkor, hogyha lézert alkalmazzuk az arcbőr fiatalítására például, akkor azt használjuk ki, hogy a, az arcbőrt nagyon-nagyon-nagyon sok ponton sértve egy olyan regenerációs folyamatot tudunk elindítani, ami tulajdonképpen egy gyulladásos, gyulladásos folyamat mentén a bőrben lévő sejtek aktivitását és mennyiségét változtatva fogja tudni majd a bőr felszínén azokat a látható pozitívumokat létrehozni, amik miatt végül is belevágtunk ebbe az egészbe. ez a felszínen zajlik, tehát egyfajta hámlasztás, vagy mélyen stimulálja az arcbőrt? Ez mélyen stimulálja az arcbőrt igazándiból ilyenkor. Éppen ezért nem is fájdalommentes ez az eljárás. Ez általában elég érzékeny tud lenni, éppen ezért általában valamilyen mértékű érzéstenítésben szoktuk végezni ezt a dolgot. Itt nem kell túlságosan nagy dolgokra gondolni, az esetek jó részében egy érzéstenítő krémnek a felvitele a kezelés előtt elég szokott lenni. Hát, a, a el szoktuk mondani, hogy egyrészt ezt nem nyáron szoktuk csinálni, azt megvárjuk, míg, elvál, míg elmúlik, tekintve, hogy a napból jövő sugárzás, az praktikusan megállít minden folyamatot, amit mi a bőrben csinálunk. A másik az az, hogy hát miután megcsináltuk ezt a kezelést, utána azért egy pár napig mondjuk nem jó, hogyha az illető nem hogy dolgozni, hanem mondjuk emberek közé megy, mert úgy fog kinézni az arc egy pár napon keresztül, hogy a tükörbe nem nagyon szeret majd belenézni. De azt mondta, hogy ez a mérétegekre hát. hat. Ja, pont azért, És mégis a felszínen is látszik? A felszínen látszik az, hogy hogy az illetőnek mondjuk pontszerű vérzések vannak az arcából, esetleg mondjuk ezt, ezt nyilván úgy nem engedjük ki az utcára, hogy ez látható maradjon, illetve az arcbőre úgy néz ki utána, mint aki túl sok időt töltött el a napon, és jó alaposan leégett tehát vörös, tehát duzzat, és ez egy pár nap, mire ez lezajlik, tehát addig igazándiból azt mondjuk, hogy hát legjobb, hogyha otthon marad, de, de, de az biztos, hogy mondjuk dizájnfotózásra ne menjen másnap, mert, mert, mert az nem lesz igazándiból jó. Viszont a háttérben elindulnak azok a folyamatok, amik, amik azt fogják meg garantálni, hogyha ez az egész folyamat lezajlik, és mondjuk a régi bőrréteg a bőrfelszínre hálik, akkor alatta viszont már egy sokkal frissebb kinézetű, tapintatú, ruganyosságú, új bőrréteg fog meg fog kialakulni. És hát végül is az a utána következő egy másfél év számít, és nem az a három nap, ami közvetlenül utána van. Tehát itt igazából az öngyógyító folyamatok indulnak be azáltal, hogy a mérétegekben sértik van. a bőrt. Így van, fölgyorsítjuk a bőrnek az önregenerációját, és, és, ezzel érjük el azt, hogy, hogy közép, hosszú távon, hát azt lehet mondani, hogy a kezelt terület és a nem kezelt bőrfelszínek között elég látható kontraszt alakul ki. Tehát, hogyha ha mondjuk az arcára ránéz az illetőnek valaki akit kezeltünk, az arca sokkal fiatalosabbnak tűnik, mint mondjuk a többi bőrfelszín, amit még nem kezeltünk. Éppen ezért amúgy egyébként, hogyha valaki ezt kéri, akkor általában az arcot, a nyakat és a dekoltást együtt szokták kezeltetni, hiszen ezek, amik látszódnak. Amiket még szoktak egyébként kérni, az a kéznek a, 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 hát a fonák része, ott is elég látványos tud lenni akkor előre de azt is ott vissza lehet fordítani. A két folyamat van némiképp eltér egymástól, de mind a két területet lehet kezelni, és egész szép látható eltérések tudnak utána létrejönni. Ez egy egy alkalmas kezelés, vagy egy sorozatban kell gondolkodni? Nem, ezt háromszor, négyszer szoktuk ismételni, mire, mire, kifejti a hatását. Alapvetően az arcon három hetente szoktuk körülbelül ismételni, a kézen négy hetente szoktuk ismételni, és többször át kell menni ahhoz, hogy ennek látható végeredménye legyen. Viszont a végére Látható és tapintható végeredménye van ennek az egésznek. Van-e valamilyen mellékhatása? Például, hogyha valaki extrém fényérzékeny, okozhat-e ez még több pigmentfoltot akár a bőrfelületen? <hört> hát egyrészt nem. Másrészt, hogyha pigmentfolt van, akkor ezt egy másik lézerrel szintén el tudjuk tüntetni. Uh -huh. Tehát egészen, egészen tényleg meg lehet fiatalítani a. a mondjuk, hogy a vizslató szemeknek kitett bőrfelületeket azoknál, akik ezt kérik. És mondom, az elbírálást minden esetben arra bízom, aki ezt kérni, én nem szólok hozzá semmit, hogyha szeretné megcsinálni, és nem szed véralvadás gátlót, és nincsenek túlérzékenységi reakciói, és nem vérzékeny, és mondjuk nem epilepsziás, vagy nem fél a bezártságtól, attól akkor, akkor nyugodtan lehet csinálni. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ezeket a szép beavatkozásokat érdemes orvosokkal végeztetni, illetve egy olyan környezetben, ahol biztonságban érezzük magunkat, nem pedig feltétlenül a sarki kozmetikusnál. Hát szerintem ő is meg tudja csinálni. Tehát uh -huh. itt az a helyzet, hogy ezt azért általában asszisztensek szokták csinálni, nem, nem egy bonyolult beavatkozás. Alapvetően a gépet kell tudni úgy beállítani, hogy ez jó legyen. A bezártságtól való félelem, amit az elején említettünk, az azért nagyon fontos, mert hogyha az illető a szem környékét is szeretné kezeltetni akkor kapnia kell egy olyan kontaktlencsét, egy fém kontaktlencsét, ami miatt gyakorlatilag semmit nem fog látni a kezelés alatt, egy barlangi sötétség van. Na most a szlaustrofóbiások nem bírják, tehát azt, azt általában körül szoktuk járni. De a szépségért meg kell szenvedni. Ez így van, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést.